Az áprilisi testületi ülésen a grémium elfogadta a város új rendeletét, amely a közösségi együttélés alapvető szabályairól és ezek megszegésének következményeiről szól. A rendelet a lakosság által elvárt, korábban is érvényesülő, az együttélést elősegítő szabályokat és azok megsértése esetén alkalmazandó szankciókat tartalmazza a gyakorlati tapasztalatok felhasználásával. A Budakalászi önkormányzat április legutolsó napján tartott ülésén megalkotta a közösségi együttélés szabályairól szóló rendeletet. Ez egy nagyon összetett és tipikusan a helyi magatartásokra összpontosító rendelet, hogy miket is tartalmaz. Azokat a mindennapi együttélést veszélyeztető, sértő, vagy az egyébként a város közösség által létrehozott értékeket veszélyeztető magatartásokat akarja megakadályozni, szankcionálni, amelyekre eddig nem volt lehetőség. Ezeket egy úgynevezett közigazgatási eljárás keretein belül, akár a rendészeti kollégák vagy a rendőrök a helyszínen 50 ezer forintig, közigazgatási eljárásban pedig akár 150 ezer forintig terjedő pénzbüntetéssel is sújthatják. Elsődlegesen azonban föl kell hívni a figyelmet, hogy ezeknek a magatartásoknak az elkerülése, megakadályozása a cél, nem pedig a bírságolás. Nyilván a szankció lehetőségét azért kellett megteremteni, hogy akivel más módon nem lehet, azt mindenféleképpen ezzel is ösztönözzük arra, hogy a jogkövető magatartásoknak megfelelően járjon el. Nagyjából a tényállásokat is érdemes sorba venni ebben a május 1-től élő rendeletben. Az elsődleges szempontok egyike volt a város jelképeinek, címerének, nevének a védelme. Itt nyilvánvaló érdek fűződik ahhoz, hogy ezzel senki ne élhessen vissza, a város nevének, jelképeinek a védelme ezt mindenképpen indokolja. A házszámozási kötelezettség, amely a városban eléggé gyenge lábakon áll, mindenféleképpen szeretnénk arra ösztönözni az embereket, hogy a házukra a megfelelő házszámot rakják ki, hiszen így a postás, mindenféle közszolgáltató hatóság sokkal egyszerűbben meg tudja őket találni, ennek hiányában viszont egyáltalán nem. Így ez is ezeknek a szankcionálandó rendelkezéseknek a körébe került. Ami talán ennél is sokkal fontosabb és kevésbé adminisztratív, az a közterületekre vonatkozó rendszabályok. Így azt szeretnénk elkerülni, hogy a közterületeink ne legyenek szennyezettek, senki ne dobáljon el semmiféle hulladékot. Itt felhívnánk a figyelmet arra is, hogy mindenkinek a közszolgáltató által rendszeresített eszközöket, kukákat, szemetes zsákokat kell igénybe vennie. A kommunális hulladékot, amely a háztartásában keletkezik, nem dobhatja ki a köztéri szemetesekbe, hiszen ezek nem arra valók. Tehát ezeknek a megakadályozása feltétlenül az egyik fontos jövőbeni feladatunk lesz. Nagyon sokszor előfordul, hogy az emberek építőanyagokat tárolnak odakint közterületen. Ezekre is van jó néhány előírás, pontosan azért, hogy ezekről lehessen tudni, hogy ki és milyen építőanyagot tárol, vagy milyen konténert rendel, ezt a hivatalban mindig be kell jelenteni. Ennek az az oka, hogy amennyiben nem tesz eleget a utána való rendrakási kötelezettségének, ezt mindenféleképpen utána tudjuk követni, és ha kell, akkor ezt erővel is el tudjuk érni. Ami nagyon fontos, a 3,5 tonnás járművek sem parkolhatnak Budakalász közútjain este 10 órától reggel 6 óráig. Nagyon sok esetben vállalkozók vagy olyan emberek, akik úgy gondolják, hogy itteni közterületekre, parkokba, parkolókba, útfelületekre leállnak ezekkel a járművekkel, ezt a jövőben május 1-jét követően már nem tehetik meg. Azok, akik a zöld felületeket szabálytalanul használják, tehát nem arra használják őket, amire rendeltettek, főleg a parkokat, azokat a füvesített részeket, játszótereket nem rendeltetésszerűen használják, nem olyan korcsoportok veszik igénybe, akik mondjuk egy adott játszóeszközt használni képesek, ezeket is szeretnénk a jövőben mindenféleképpen megakadályozni és szankcionálni, hogyha szükséges. Nagyon sok a városban, és szintén egy Budakalász specifikus problémát szabályoz az az előírás, amelyik az üzemképtelen járműveknek a tárolását tiltja meg közterületen. Sajnos abban az esetben, ha valaki a Szent István telepen több utcán végigmegy, azt tapasztalja, hogy rendszám nélküli, a forgalomban bármely egyéb okból nem közlekedhető járművek kint tartózkodnak, ezeket jó részt kint szerelik, kint tárolják, nagyban rontják az utcaképet. Van olyan is, aki egyébként rááll a különböző zöld felületekre, rááll a vízelvezető csatorna feletti részekre, amelyek nyilván nem ezt a célt szolgálják. Nyilván városképi és egyéb rendvédelmi szempontok is azt indokolják, hogy ezek a járművek tűnjenek el a közterületről, úgyhogy ezeket ad abszurdum, ha végképp nem tudunk
ezzel kapcsolatosan mit tenni, akkor ezeket el is szállíthatja a rendészeti állomány. Nagyon fontos még, ami nagyon sok ember szemét szintén szúrja, például a posta előtti, vagy a postával szembeni parkban, az a közterületi italozás. Ez Budakalászon innentől kezdve tilos. Tehát közterületen szeszes italt fogyasztani nem lehet se hívmegállóba, se parkokba, se közterületi egyéb helyszíneken. Ez nyilván egy olyan rendelkezés, ami azt szolgálja, hogy a közterületek igénybevételének a rendje, nyugalma, az a szeszes italtól befolyásolt emberekkel nyilván nem megoldható, tehát szeretnénk őket ebből a körből kirekeszteni. Nagyon sok helyen találunk vadplakátolást. Vannak, akik közlekedési tábláknak a hátuljára, minden egyéb elérhető felületre kiragaszgatnak mindenféle hirdetéseket. Itt fontos megemlíteni, hogy nem csak azok szankcionálhatók, akik fönt vannak, vagy akiknek a telefonszáma fönt van ezen a bizonyos hirdető felületen, ha ez nem állapítható meg nyilvánvalóan, azt is megvizsgálhatjuk, hogy kinek az érdekében vannak ezek a plakátok fölhelyezve, tehát itt akár az egyszerű választási plakáttól az egyszerű falragaszokig minden ez alá a tiltás alá esik. Plakátolni egyébként nyilván számtalan helyen lehet a városban az arra rendszeresített hirdető táblákon. Nagyon fontos, hogy a vízelvezető árkaink egy jó részét a lakosság egy része hajlamos betemetni, meg sóval beszórni. Ezeknek a vízelvezető árkoknak nagyon fontos szerepe van, praktikusan ugye a vízelvezetés, amely nyilván nem tud megvalósulni, hogyha ezekben az árkokban mindenféle földfeltöltéseket, meg mindenféle egyéb nyesedék elhelyezéseket és hasonló szennyezéseket végeznek az érintett polgárok. Úgyhogy ezúton is kérjük őket, hogy ezt a továbbiakban semmiféleképpen ne tegyék, miután ez is a szankcionálandó rendelkezések sorába lépett május 1-től. Nagyon fontos az is, hogy ha már beszéltünk a korábbiakban a hulladékról, a hulladékot minden egyes esetben azzal kell elszállítatni, akivel a városnak erre egy közszolgáltatási szerződése van. A képviselőtestület nemrégiben írta ki a folyékony hulladékra vonatkozóan is azt a beszállítót keresünk című pályázatát, amelyben majd meg fogják jelölni, hogy ki lesz az a közszolgáltató, aki a folyékony hulladékot, magyarán azt a szennyvizet, ami olyan helyeken keletkezik, ahol nincsen még csatorna, Dunapartra, a Berdó részekre gondolunk, hova kell majd elhelyezni, kikkel kell majd elszállítatni. Ennek a feltételeiről egy későbbi alkalommal, ha majd a pályázó, nyertes pályázó meg lesz, akkor fogunk tudni részletes tájékoztatást adni, de addig is fontos megjegyezni, hogy az ilyen közterületre engedem a szennyvizemet című játék, amit főleg időről időre a hegyi szakaszokon és a Dunaparton néhányan játszanak, ezt mindenféleképpen a továbbiakban erőteljes tilalmakkal meg fogjuk akadályozni. Nagyon kardinális kérdés, mert folyamatosan fölmerül a szükségessége az égetés rendjének a szabályait, hogy fölfrissítjük. Itt igazából arra kell gondolni, hogy nem elegendő azt megegyezni, hogy április 15-e és május 15-e közötti időszakban lehet égetni, mert akkor is csak pénteki napokon lehet égetni, és nem is akármit, hanem alapvetően ugye a rendeletben meghatározottak szerint a zöld hulladékot komposztálni kell elsősorban, és azt a zöld hulladékot, ami végképp nem komposztálható, azt lehet elégetni. Nagyon fontos hangsúlyozni, hogy égetésről van szó, tehát a füstölés az nem tartozik ebbe a kategóriába, illetve semmi egyéb olyan anyagot nem lehet rátenni a tűzre, mondjuk ami veszélyes anyagnak minősül, van, aki általában gumit szokott, meg egyéb olyan anyagokat, amelyek nyilván nem jól éghetőek, és ezzel iszonyatosan terheli a lakókörnyezetet, a közvetlen környezetét is, és azok a lakosok viszont egy kicsit hát hátrányosabb helyzetbe kerülnek, akik oktatási intézmények, nevelési létesítmények, egészségügyi intézmények körzetében laknak, hiszen ők nem nyernek jogot arra, hogy ilyenkor égessenek. Könnyű belátni, hogy több száz óvodást, iskolást, illetve az egészségügyi intézményekbe betegként elmenő embereket nem lehet további környezeti ártalmakkal, füstöléssel terhelni. Egyébként is ugye csak péntekenként, tehát április 15-től május 15-ig 8 és 17 óra között lehet égetni. Aki ezeket a típusú tilalmakat megszegi, a továbbiakban egyébként a katasztrófavédelem látogatására is számíthat, akiknek szintén van eljárási jogosultságuk. Tehát mindenkit kérünk arra, hogy az égetés rendjének megfelelően járjon el, amikor a növényi eredetű száraz hulladékának alágyújt, és csak annak.
Nagyon sok helyen tapasztalható, Szent István telepen, a hegyi részeken egyaránt, azoknak a guberáló vasgyűjtő elemeknek a megjelenése, akiket szintén szeretnénk a településről kiszorítani, nem csak amiatt, mert hogy a vasgyűjtés önmagában is egy engedélyhez kötött tevékenység, de általában mindenkinek azt tanácsoljuk, hogy az ilyen típusú vasgyűjtő egyéb elemeket ne engedje be a portájára, mert ezek nem csak a vasat gyűjtik, hanem időről időre azt is kifürkészik, hogy kinek milyen védelmi berendezése van, milyen emberek laknak ott, hányan tartózkodnak ott adott napszakban, és adott esetben egy kellemetlenebb visszatérésnek is a tanúi lehetnek azok, akik ezeket az embereket a vas hulladékuk átadásával arra bátorítják, hogy még egyszer visszajöjjenek. De egyébként is, hogyha valaki ugye most már a helyi szabályoknak megfelelően a szemetét szeretné elszállítani, rendelkezésére áll az összes szelektív gyűjtés nagyon korszerű módszerekkel, tehát ma már itt Budakalászon hál' Istennek nem kell azzal a tájkép csata után jelenettel szembesülni, amikor mindenféle használaton kívüli eszköz ki van rakva a közterületre, és akkor megjelennek a guberálók, mindesetre ezt is szeretnénk tiltani, ha erre mégis sor kerülne. Nagyon sok lakótársunkat zavarja teljes joggal az állati ürüléknek a kérdése. Most már nem csak az lesz büntetendő, meg szankcionálandó, hogyha valaki állatot bevisz olyan helyre, ahova nem jogosult, közparkba, temetőbe, vagy bárhova olyan helyre, ahol egyébként ez tilalmazott, hanem az is, hogyha ezt az állati ürüléket, amelyet az állat nyilván maga után hagy, ezt nem takarítja el, illetve nincs nála olyan eszköz, ami alapján, vagy amivel ezt a ürüléket el tudná távolítani. Tehát maga az eszköz hiánya is alkalmas arra, hogy valaki bizony szankciót kapjon ezután, a cselekmény után. Nagyon fontos, és talán az egyik legtöbb testületi vitát kiváltó kérdés a zajhatásokkal kapcsolatos korlátozásoknak a bevezetése volt. Arra az álláspontra helyezkedett a testület, hogy munkanapokon 8 és 19 óra között, szombaton pedig reggel 9 és délután 5 óra, tehát 17 óra között lehet az úgynevezett hétköznapi nyelvre lefordítva berregő gépeket alkalmazni, a traktortól a fűnyíróig, minden egyebet, vasárnap és ünnepnapokon viszont nem. Elméletileg lehetne erre egyedi engedélyt kiadni, de nem célunk az általános szabálytól való eltérés, tehát még egyszer megismétlem, mindenféle zajhatással, kertfenntartással, egyéb tevékenységekkel együtt járó beregő gépek alkalmazása munkanapokon 8 és 19, szombaton pedig 9 és 17 óra között történhet, míg vasárnap és ünnepnapokon erre nincs mód. Elég sajátságos, sose gondoltam volna, de rákerült a sor, hogy a temető használatának a norma rendszerét is egy kicsit górcső alá kellett venni. Az egyik notórius probléma, ami állandó jelleggel visszatér, amikor valaki egy állat kíséretében tesz próbát elhalt szerettei meglátogatására a temetőben, mindenkinek a figyelmét felhívnánk, hogy a kutyasétáltatás nem feltétlenül egy beköthető tevékenység, egy temető látogatás kegyeleti szertartásával, tehát állatot nem lehet bevinni a temetőbe. Növényt se lehet akárhova ültetni, ennek is van egy egyszerű praktikus oka, a temető rendjének a megtartása az, hogy a sírok között megfelelő távolságot lehessen kialakítani, nem teszi lehetővé, hogy az elhalt rokonai mindenféle buxusokat ültessenek a sírok környékére. Ezt kizárólag a temető üzemeltetőjének az engedélyével lehet megtenni. Az olyan növényzetet viszont, ami nyilvánvalóan gátolja a sírok megközelítését, aránytalan nehézséget okoz a fenntartása a temető üzemeltetőjének, és nyilvánvalóan aki ültette nem gondoskodik róla, ezeket adott esetben el is lehet távolítani. A munkavégzés és a behajtás is engedélyhez kötött. Ennek egyszerű oka van, amíg a temető ajtajai folyamatosan a nagykapuk nyitva voltak, és autóval is be lehetett hajtani, rengeteg szemetet raktak le a temetőben. Ezt azáltal, hogy a nagykapu be van csukva, ezt most már megakadályozzuk, így a sírkövesek és mindenki, aki ott valamilyen kegyeleti tevékenységet akar végezni, előtte az üzemeltetőnél kell, hogy jelentkezzen a temetőkben. Részletesen föl van írva ennek a szabálya, illetve az összes elérhetőség, amelyen ezt meg lehet tenni. Ami még talán fontos a rendeletből kiemelendő, a parkokba, zöld felületekre, vízelvezető árkokkal kapcsolatos magatartásoknak a rendezése. Mindenféleképpen azt szeretnénk, hogyha a parkok és a zöld felületeink, ha már a város rengeteget költ arra, hogy kialakítsa és fenntartsa, akkor a
rendeltetésszerű használatra lennének alkalmasak, és azt a célt érnénk el velük, amire valók, tehát arra, hogy az ember egy nyugodt sétát, vagy egy kis testedzést tudjon ott végezni, és törekszünk arra, hogy ennek a rendjét is a rendelet alkalmazásával megtartsuk. A vízelvezető árkokkal kapcsolatosan pedig már beszéltünk arról, hogy milyen szabályok lesznek, illetve élnek már május 1-től. Ismételten hangsúlyozom tehát, hogy nem elsősorban a szankció kiszabása vagy alkalmazása az elsődleges cél, mindazonáltal, ahogy a ülésvezető is elmondta annak idején a testületi ülésen, egész egyszerűen a városnak a lélekszáma olyan mértékben emelkedik az utolsó években, ami feltétlenül szükségessé teszi a közösségi együttélés szabályai normarendszerének egy bizonyos fokú összehangoltságát, azt, hogy egy kicsit mindenki tekintettel legyen arra is, hogyha én alágyújtok a ingatlanomon valaminek, akkor azt a szomszéd is érezni fogja. Ha vasárnap vágok füvet, akkor lehet, hogy megakadályozom a szomszédomat abban, hogy egy normális ebédet elköltsön a családjával, és természetesen így végig lehetne venni ennek a rendelet valamennyi előírásának a magyarázatát. Ez egyébként meg fog történni majd a következő lapszámban a Budakalászi Hírmondó újságban. Így mindenkit kérünk arra, hogy majd az abban foglaltakat tanulmányozza át, illetve a rendelet teljes szövege elérhető már a Budakalászi Városi Honlapon, illetve egyéb felületeken is meg fogjuk jelentetni. Maga az eljárás alapvetően vagy hivatalból, vagy kérelemre indul. Ez azt jelenti, hogy abban az esetben, hogyha én, mint polgár észlelem azt, hogy valamilyen olyan jogsértés történik, ami ütközik ezzel, vagy bármelyik helyi önkormányzati, vagy magasabb jogszabállyal, akkor lehetőségem van ezt a polgármesteri hivatalban jelezni, akár e-mailben, akár telefonon, akár személyesen. Abban az esetben, hogyha valaki ezt gondolja, hogy nem ő szeretne lenni a kérelmező, akkor az önkormányzati rendészetnek a telefonszámát kell fölhívni. Ők a helyszínre érve azonnal be tudnak avatkozni, nyilván ez a legcélra vezetőbb. Az sem ártalmas egyébként, hogyha a lakosság között, a szomszédok között van azért olyan nexus, hogy barátilag azért föl tudják hívni egymás figyelmét arra, hogy ez mondjuk egy nem kívánatos magatartás. De abban az esetben, hogy egy hivatalos eljárás elindul, akkor először a önkormányzati rendészek fognak majd a helyszínre érkezni a bejelentést követően. Mindenkit kérünk természetesen, hogy mondjuk egy égetést, azt ne 3 nappal később jelezzem, mert erre is volt példa, azzal már utólag nem nagyon tudunk mit csinálni, hiszen a bizonyítékokat össze kell gyűjteni. Abban az esetben, hogyha egy figyelmeztetéssel egy enyhébb fokú esetről van szó, illetve nem arról van szó, hogy 20. alkalommal kell kimenni mondjuk egy égetéshez, abban az esetben valószínűleg egy figyelmeztetéssel, illetve a szabályszegésnek a megakadályozásával, megakasztásával, abbahagyásával ezt az egész cselekményt akkor rövidre is lehet zárni. Annál a személynél, aki már ez sokat szorra merült föl, ott valószínűleg a kollégák egy pénzbírság kiszabásáról fognak intézkedni. Abban az esetben, ha pedig az illető vitatja azt, hogy ő ilyen cselekményt, amely ebben a rendeletben le van írva, megvalósított volna, abban az esetben pedig a polgármesteri hivatal előtt egy közigazgatási eljárás fog indulni, amelyben meghallgatják az elkövetőt. Ez már azzal együtt jár, hogy jóval magasabb a szankcionálási lehetőség. Tehát a kollégák odaként 50 000 forintig terjedő pénzbírságot alkalmazhatnak, a jegyző pedig 150 000 forintig terjedő, akár ismételten kiszabható pénzbüntetést alkalmaz, ami ellen a képviselőtestülethez lehet jogorvoslattal fordulni, ha valaki ezt végképp méltánytalannak tartja. De hát magában a közigazgatási eljárásban is eléggé alaposan meg kell vizsgálni minden olyan körülményt, amely az adott szabályszegésre vonatkozik, és ennek a kivizsgálásával születik majd egy döntés. Hogyha ez idáig eljut, nagyon remélem, hogy ilyen egyébként nem lesz, és remélhetőleg a figyelmeztetés stádiumában mindenkivel értelmesen szót lehet érteni.